Egy manapság már nem mindennapi tárgyat, a rokkát is láthatták működés közben azok, akik ellátogattak Romonyára. A baranyai település német nemzetiségi önkormányzata ugyanis családi napot szervezett. Ennek keretében kézművesek és elismert népi iparművészek mutatták be mesterségüket, portékáikat, akik mind a Kaptár Egyesület tagjai. 35 éve alakult az Egyesület Magyar Lukafán. Több helyszínen volt már a székhelye az Egyesületnek. Most az a jövő, hogy itt ebben a faluban, ezen a településen tudjuk a gyökeret verni, és megpróbálunk itt népi hagyományokra építve olyan kézműves mesterségeket bemutatni, ami még élő itt nálunk. Vannak fazekasaink, mézeskalács készítő, textilműves, szövőnk van, fajáték készítő, a teljesség igénye nélkül kosárfonunk is, aki most jelen pillanatban nem tud itt lenni, csuhéművesünk, és mindenki itt helyszínen mesterségbemutatót is tartotta a mesterségéből, illetve a kézportékáiból tudunk egy párat megmutatni itt a pultakon. A családok saját kezükkel is készíthettek különböző tárgyakat. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való programot a szervezőknek köszönhetően. A Romanyai Német Nemzetiségi Önkormányzat, hogy ma az elején indulja, 2014-ben alakult. Célunk, hogy értéket teremtsünk, közösséget építsünk, együttműködünk civil szervezetekkel, környékünkön élő nemzetiségi önkormányzatokkal. Tagjaink mellett nagyon sok segítséget kapunk az itt élő emberektől, például egy rendezvényt is csak összefogással, közös munkával lehet megvalósítani. Körülnézve látható a sok lila pólós segítő, ezek a nemzetiségi segítők, de rajtuk kívül is nagyon sokan hozzájárulnak rendezvényeink sikeréhez. Ez a nemzetiségi, német nemzetiségi családi nap is minden évben meg lett tartva, kivétel ebből a 2020-as év volt. A régmúlt kézműves tevékenységeket átvéve a jelenbe mutatja a bemunkáit a Kaptár Egyesület. Nagyon sikeresnek ígérkező együttműködés lesz, mivel nagyon jól dolgozunk Túros Jánossal, a kaptárosok főirányítójával, aki családjával, én már romanyai, teljes mértékben közönségünkhöz tartoznak. Gál Erzsébet festőművész képeiből is látható kiállítás, egy különlegességgel, egyedivel készült erre a napra, amit biztosan állíthatok, hogy csak nekünk van. Egy egész alakos családot festett meg, melyek arca ki lett vágva, és bárki fotózkodhat a kép mögött, és ha ez elkészült, a képet nézve kicsit visszarepülhet az időben. Szilágyról Frida néni jött, és nagy szeretettel hozta el saját készítésű sváb babáit, melyek a festmények mellett lettek kiállítva. Idősebb Úrik Gyula is több rendezvényünk sikeres előadója, sváb zenével, harmonika előadásával dobta fel az ebéd hangulatát. S ha már az ebédhez értünk, babujás készült, melyet a hatalmas szívvel, lelkesedéssel, és persze főző tudással készített Illés Tünde, aki most már kijelenthetjük, hogy Romanyai Német Nemzetiségi Önkormányzatunk elsődleges szakácsa. Az ízek magukért beszéltek, és a babujásból nem is maradt semmi. És itt vannak az állatmentőink is, akikkel is szoros kapcsolatot ápolunk, tehát eljönnek a rendezvényeinkre, kutyákat lehetett sétáltatni, és a gyerekeké ott a főszerep, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezen a családi nemzetiségi napon mindenki megtalálhatta azt, ami neki a legjobb. Ahogyan azt Ábel Edith elmondta, egy különlegességet is bemutattak a családi napon. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kérte fel Gál Erzsébet festőművészt, hogy készítsen egy festményt, amelynél fotókat is készíthetnek a látogatók. A romonyai származású alkotó nagyon örült a felkérésnek, mint mondja, csodás dolognak tartja. Hozott egy pár fényképet, hogy milyen ruhák legyenek. Hát ugye régen zömébe, sötét ruhába öltöztek a hölgyek, és hát azt mondja, legyen valami színes, mert azért a mai világban kellene azért valami szín, hát mondom, jó, akkor legyen színes. Na és akkor így egy családi képet sikerült megfesteni, ezt akrillal. Hát nem tartott túl sokáig, de nem sikerült elkészíteni, és akkor az itteni asztalos csinálta meg a vázat hozzá, meg ő vágta ki az arcok helyét. Emellett a festőművész más alkotásait is megcsodálhatták az érdeklődők, korábbi festményeiből ugyanis kiállítást rendeztek a családi napon.